Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Elfogadják a rosszat az emberek. Elfogadják a rosszat az emberek? Hogy nem tudják, hogy mennyi rossz. Gondolkodás hiány. Gondolkodás hiány? Érdekes világban élünk, nem? Ha végig gondoljátok. Tehát nézzünk bele egy kicsit ezekbe a dolgokba, jó? Tehát nem tudom, észrevettétek-e, hogy a magyar egészségügy az átalakulóban van. És pont olyan átalakulóban van, amiről én már 2004-ben írtam. 2004-ben. Hogy ugye már akkor írtam arról, hogy az emberek eladósítják magukat. De ugye jellemzően miről szólt az eladósodás? Hát ingatlanvételről. És ugye 2004-ben már arról írtam, hogy nem ez lesz az igazi probléma, hanem az lesz az igazi probléma, amikor az egészségügyet átalakítják magánegészségügyé. Ami azt jelenti, hogy ha valaki majd megbetegszik, akkor vagy sok évet vár, hogy meggyógyítsák, vagy fizet. Na most az emberek innentől fogva fognak igazán eladósodni, amikor az egészségükre föl fognak venni hitelt. Tehát ami azt jelenti, hogy az egészségük helyrehozatalára fognak fölvenni hitelt. Ezt már mondom, 2004-ben írtam erről, hogy ez lesz a jövőben. És most itt vagyunk, ide érkeztünk. Mitől még mondjuk egy térdműtétre valaki vár 6 évet? Az állami egészségügyben. A magánegészségügyben megcsinálják mondjuk milliókért. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy most érkezett el az az időszak, ahol pusztítják le az állami egészségügyet teljesen, jönnek el onnan a dolgozók a magánegészségügybe. Tehát gyakorlatilag hát azon kívül, hogy életmentést fognak csinálni, azon kívül más nem fognak csinálni. Illetve fognak, csak sorálással. Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, mondok példát, jó? Mit mondjuk? Apósom már rég meghalt, 96-ban. De a 80-as években, mikor 80-as évek közepén, kapott egy agyérgörcsöt. És az orvos, a házi orvos, az félreértelmezte az agyérgörcsöt, de a félreértelmezéstől nem lett jobban apósom, hanem természetesen rosszabbul. Ezt kihívták a mentők már nem értelmeztek félre, ugye, rögtön vitték kórházba, értágító, stb. Stb. És lényeg az, hogy túlélte, de egy év kellett a rehabilitációra, hogy úgy helyre jöjjön. És ha utána nézel például mondjuk az agyérgörcsnek,
ugye, ami a stroke egyfajtája. Akkor azt látod, hogy percek számítanak, nem órák. Mert ugye ameddig görcsöl az agy, nem kap megfelelő vérellátást az agy, és pusztulnak az agysejtek, mint a gyavaja. Tehát ott mondom, nem órák számítanak, hanem percek. És hát ma, mai egészségügy ez úgy működik, hogy ez konkrét példa. Kap valaki mondjuk egy agyérgörcsöt, bemegy mondjuk a stroke központba, beviszik. Érted? Mert mondjuk a hozzátartozó az mondjuk elég képzett ahhoz, hogy tudja, hogy mondjuk ez stroke. Tehát, hogy agyérgörcs. Beviszi. Akkor ott várakoztatják hosszan. Akkor mire sorra kerül, megvizsgálják, és mondjuk, hogyha az agyérgörcs, mondjuk CT-n nem látható, mert már esetleg elmúlt itt a sok óra alatt. Érted? Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a CT nem mutatja ki. Ez egy nevetség az egész. De, mit tudom én, ott a stroke központban fordulnak lefele a székekről az emberek, érted? Nem vicc, komoly. Ami azt jelenti, hogy órákat ott ültetik őket, amikor percek számítanak. Érted? Ugye a stroke osztályába tartozik az agyérgörcs, az agyvérzés, oké? Az agyvérzés is oda tartozik, és ennek kettős kombinációja is ide tartozik. Tehát mikor ez is van, az is egyszer. És ugye az agyvérzésnél is, az agyérgörcsnél is, ugye hát mondom, percek számítanak, nem órák, percek. Tehát nagyon érdekessé vált az egészségügy. Annak idején, mint a apósomat még a mentőben értágítozták, érted? Most, mit tudom én, 3-4 óra múlva sem értágítoznak, érted? Röhely! Egyszerűen röhely. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye minél tovább húzzák, annál maradandóbb károsodás marad. És hát ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egészet kezdik arra a szintre vinni, ami mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát mi megyünk az USA után teljes egészében, hát nyaljuk az amerikaiak fenekét. Mindent azt kell csinálni, amit az amerikaiak mintája, hát az a jó minta, ami az amerikaiaknál van. Az közben az amerikai állampolgárok, ja Istenem, olyan tudatlanok, hogy mutogatni kellene őket a tudatlanságuk miatt, érted. És lényeg az, hogy ugye azt csinálják, hogy ugye szándékosan, hogy menjen át az egész egészségügy. Ugye a magánegészségügybe, nyilván marad, mondom, életmentésre, mint az USA-ban. De hát olyan, hogyha például valakinek mondjuk nincs befizetve a TB-je, akkor lehet, hogy még életmentés sem csinálnak. Oké? Okay? Szóval megyünk e felé. Ez biztató. Nem? Ami azt jelenti, hogy mit tudom én, a magánegészségügyben az orvosi ellátás az úgy kezdődik, hogy 10 000-ek. Oké? Okay? És akkor úgy fejeződik be, hogy milliók.
mármint árban. Oké? Okay? Most gondold végig, nem egy túl egészséges nép vagyunk világviszonylatban sem. Tehát a beteges, tehát egészségügyileg beteges nemzetek közül valahogy valahol olyan élen járó. Tehát az első talán egy harmadban, egy negyedben vagyunk. Tehát elég beteges nép. Hát gondold végig, hogy fogják gyógyítani magukat, gyógyítatni magukat az emberek. Fölvesznek hitelt. Mire? Ezt leírtam 2004-ben. Az ingatlanuk terhére. Mert másként nem fognak adni. Oké? Okay? Tehát szépen fölvesznek az ingatlanuk terhére, amit majd nem fognak tudni fizetni. Miért nem fognak tudni fizetni? Hát mert egyre inkább nincs szükség a munkaerőre. Egyre nehezebb munkát találni. Ez azt eredményezi, hogy az illető, mivel nem fizeti a törlesztést, elárverezik az ingatlanát, ha nem lesz egy kicsit eszes, és előtte nem, esetleg nem adja el. Ugye, de az magyar ember az nem eszes ebben kapcsolatban, mert az a magyar ember az foggal, körömmel ragaszkodik az ingatlanához. Mert ez így van. Ezáltal, hogy nem akarja eladni, akkor elálverezik. Sokkal rosszabb áron, mintha ő eladta volna. Mondom, sokkal rosszabb áron. És utána az azt jelenti, hogy lehet, hogy még annyit se fog kapni érte, mint amennyi a hitele. Érted? Mert a hitel az úgy van, hogy hitel plusz kamat. És ugye az lesz, hogy elárverezik az ingatlanát, ott lesz saját tulajdon nélkül, és ráadásul még mi fog történni? Még fizet is, tovább is fizeti a törlesztő részletet. Tehát ilyen példák már egyébként vannak. Oké? Okay? Csak éppen nem az egészségből kifolyólag, hanem még az ingatlan vásárlásokból, vagy egyéb hitelekből kifolyólag. Mert ugye nem csak ingatlan vásárlásra vettek föl az emberek hitelt, hanem mindenfélére vettek föl hitelt, az ingatlan volt a fedezet. Tehát Magyarországon, Európában az egyik legmagasabb a tulajdoni arány, az ingatlan tulajdoni arány. Tehát az egyik legmagasabb. Tehát élen járók vagyunk az ingatlan tulajdoni arányában. Tehát az azt jelenti, hogy mit tudom én mondjuk, 10 000 lakosra itt van a legtöbb magántulajdonú. Vagy az egyik legtöbb magántulajdonú ingatlan. Tehát a nyugatiokhoz képest. És én néztem egy statisztikát valamikor, hogy az Európai Unióban lévő emberek, országokra bontva, miben tartják a vagyonukat. Hát a magyarok jellemzően a vagyonukat ingatlanban tartják. A nyugatiak jellemzően nem ingatlanban tartják. Oké? Okay. Ami azt jelenti, hogy itt Magyarországon van egy olyan trend, ezt is leírtam 2004-ben, hogy lesz egy ilyenfajta átalakulás, hogy meg akarják szerezni a lakosság jó részétől az ingatlan vagyont. És ennek a legjobb módja az egészség, a magánegészségügy. Oké? Okay? Mert ha valaki meg akar gyógyulni, ott muszáj lesz fölvenni a hitelt. Nem tudom, világos.
Muszáj lesz. És mert eddig, amit fölvettek emberek hitelt, az senkinek sem volt muszáj. Oké? Okay? A saját szabad akaratából vette föl, nem muszájból. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy muszáj volt neki hitelt fölvennie. Mert ő bérelhetett is volna egy ingatlant. Ha ingatlanra vett föl hitelt. Ha vállalkozásra vett föl, akkor miért indított vállalkozást? Tehát nem muszáj volt, érted? Tehát onnantól lesz muszáj a hitelt fölvenni, amikor a saját egészségéért fogja fölvenni a hitelt. Annak a helyreállításáért. Megyünk a gyönyörű, szép világba. És ezt nem látják át az emberek. 2004 az hány éve volt? 20 éve volt. 20 évvel ezelőtt láttam, hogy mi a jövő. Nem láttam. Megkaptam információban, hogy milyen jövő várható. Érted? Tehát egyszerűen tudtam, hogy mi várható. Nem azért, mert ilyen okos voltam, hanem azért megadták információba. Oké? Okay? És aki azt gondolja, hogy ó, de hát nem ez lesz, annak szintén van egy válasz 2004-ből, amit szintén megírtam, ott van fönn a weboldalon, akik tanulók hozzáférnek. Sőt, még lehet azok is, akik nem tanulók. Hogy hát a nyugati bérezés, az a cégeknek drága. És ők egy cégtulajdonost nem nagyon érdekli, a legtöbb cégtulajdonost nem nagyon érdekli a saját népe. Hanem fogja, és elmegy olyan országba vállalkozni, ahol sokkal több a sokkal kevesebb a bér. Érted? Tehát a bérköltség sokkal kevesebb. Sokkal kevesebb bért kell kifizetni. És ezt is megjósoltam, hogy ez így lesz. Ez a trend, ez már javába folyik. Múltkor hírek. Nem én szoktam hallgatni, hanem a neje szokta olvasni a híreket. És a hírekben volt olyan, hogy valami tizen, nem is tudom hány milliárdot, vagy talán még többet, adott az állam valami nyugati akkumulátorgyárnak. Hát, ha valaki emlékszik a hírre, hogy jöjjön ide akkumulátort készíteni, ami igen, igen veszélyes üzem. És 110 munkahelyet létesít. Képzeld el? Tehát 110 munkahelyért kifizet az állam ilyen tizen akárhány hány milliárdot annak a cégnek. Érted? Ami azt jelenti, hogy, számolt ki akkor egy munkahelyre mennyit áldoz rá. Hozz vissza 110-re. És szerinted kinek a pénzéből? A dolgozó állampolgárok pénzéből. Nem a nyugdíjasok pénzéből. Nem a gyerekek pénzéből. A dolgozó állampolgárok pénzéből. De nem az állami alkalmazottak pénzéből, mert az állami alkalmazottakat is az állam fizeti, és az is a többi dolgozó pénzéből van fizetve. Oké? Okay? Tehát az állami alkalmazottak, azok azokat az állam fizeti. Az államnak
vannak bevételei, de ha kiszámolod, hogy a bevételei mennyire fedezik mondjuk csak a nyugdíjat, akkor meg fogsz lepődni. Hogy gyakorlatilag nem igazán, vagy éppen. Oké? Okay? Tehát az egész rendszer úgy, ahogy van, ahogy most van, az egy ilyen kukába való. Érted? Úgy, ahogy van. És hát akkor mit lehet tenni? Tehát ez a szellemi alulmaradottság ne továbbja, amiben vagyunk. Ezt úgy hívják, hogy vaskor. A múltkor nem fejeztem be vasárnap ezzel kapcsolatban a dolgokat. Tehát ugye mondtam vasárnap, hogy van négyféle korszak. De nem fém használat szempontjából vannak a korszakok. Tehát mikor a történelemben azt tanultad, hogy volt egy bronzkor, meg volt egy aranykor, vagy egy vaskor, akarom mondani, akkor te azt gondoltad, hogy meg azt tanították, hogy azért, mert ott használták a bronzot, ott meg használták a vasat. Nagy hülyeség az egész. Csak azt nem értem, hogy akkor nem vették észre, hogy a bronzkorba vaskardokkal kardoztak. Ezt honnan csinálták, honnan vették. Jó? Szóval, ezek a korszakok, ez ugye négy korszak, szellemi szintet határoz meg, ezt mondtam vasárnap is. De utána belementem, elterelődtem, és már nem volt időm befejezni, azért most befejezem. Ez azt jelenti, hogy van bronzkor, van ezüstkor, nem, igen, tehát ott kezdjük, van vaskor, van bronzkor, tehát menjünk fém sorrendbe. Ugye beszéltem arról is, hogy melyik a legértékesebb, és melyik a legkevésbé, ezek közül a négy közül. Tehát mi a négy? Vas, bronz, ezüst, arany. Nyilván az arany a legértékesebb, a vas a legkevésbé értékesebb. Ugye miért? Mert az aranyból van a legkevesebb, a vasból meg a legtöbb. Egyébként az arany sokkal szebb, mint a vas. Szóval maradjunk ennyibe. Na szóval, lényeg az, hogy itt van ez a négy korszak, de ez nem fém felhasználás szempontjából van, hanem szellemi fejlettség szempontjából. A vaskor a szellemileg legkevésbé fejlettebb társadalom, felrajzoltam, emlékeztek? Tehát a vaskor az az anyagi világ teljes egészében. Ami azt jelenti, hogy a szellemiség az a béka feneke. Oké? Okay. Vagy még az alatt. És ha megnézed itt a vaskorban, ezt nagyon jól látni. Honnan tudod, hogy egy ember mennyire anyagba zárt, vagy szellemiség? Nagyon egyszerű. Miről beszél? Ebből tudod. Minél inkább anyagról beszél, annál jobban tudod, hogy anyagba zárt. Tehát az anyagi világ rabja. Minél több szellemi dologról beszél, tehát a szellemi dolog az ott van benne a szellemi dologban a szeretet, az ott van benne a lelkiség, az ott van benne a gondolkodás, a tudatosság, oké? Okay? A teremtés, ezek a szellemi dolgok, oké? Okay? És megnézed az emberek, miről beszélnek? Hát nem a tudatosságról, nem a gondolkodásról, nem a lélekről, nem erről beszélnek, hanem az anyagról. Nézik a rossz híreket, hallgatják is, oké? Okay? És tönkreteszik a saját életüket.
Szó szerint. Tehát egy olyan ember, aki szellemiség, az megteremti az anyagot. Érted? És neki sokkal kevesebbet kell fizikailag tenni az anyag létrehozásáért, mint azoknak, akik anyagba zártak. Tehát te maradj anyagba zárt, ha ennyire lökött vagy. Ezt tudom mondani. Oké? Okay. Tehát nem kellene onnan elindulni, fejlődni. Most mondok példát, jó? Párkapcsolat coachképzésünk van. És tanultuk azt nemrég, de ugye a negyedik hónapja tart a párkapcsolati coachképzés. Tanultuk nemrég azt, hogy ahhoz, hogy bármi fennmaradjon, tehát fennmaradjon, ahhoz azt építeni kell. Tehát bármilyen emberi kapcsolat fennmaradjon, azt építeni kell. Ide tartozik a párkapcsolat is. De építeni valamit, több tudásra van szükség. Mondok példát. Jó? Ki az, aki épített már házat? Én már igen. A sajátomat. Oké. Okay. Tehát, ha valakinek csak annyi a tudása, hogy ki tudja a gödröt ásni az alapnak, abból még nem lesz ház. Ahhoz, hogy ház legyen, nem elég, hogy azt tudja, hogy hogy kell gödröt ásni, hanem azt is kell tudni, hogy kell alapozni. Tehát betonozni. Oké? Okay? De ez még édes kevés ahhoz, hogy az a ház fölépüljön. Ahhoz, hogy az a ház felépüljön, tudni kell falazni. Oké? Okay? Most, hogy miből építek a falat, az részletkérdés, de akkor is tudni kell falazni. De ez sem elég, mert be kell állítani az ajtókat, meg az ablakokat abba a falazásba. Ha az ember ehhez se ért, hát akkor ezt is meg kell tanulni. Majd jön a tető a házra, hát meg kell tanulni azt, hogy hogy kell a tetőt rárakni a falra. Érted? Ez megint megnézed, plusz tudás. Majd meg kell tanulni, hát ott vannak a csupasz falak, hát azt védeni kellene, meg hát hőszigetelés szempontjából sem valami ideális. Hát be kéne burkolni azokat a falakat. Ez megint egy külön tudás. De ez még mindig nem elég, hát be kell villanyszerelni, az megint plusz tudás. Sőt, be kell vízvezeték szerelni. Az is plusz tudás. Sőt, belül be kell burkolni. Az is plusz tudás. Oké? Okay? Tehát gondold végig, egy házépítéshez mennyi plusz tudásra van szükség, hogy felépüljön egy ház. Miért gondolják azt az emberek, hogy a párkapcsolatokat és az emberi kapcsolatokat nem kell építeni? Azzal a satnya tudással, amivel rendelkeznek, mondjuk a gödörásás tudásával, azzal lehet párkapcsolatot fenntartani. Tehát körülbelül annyit értenek az emberek a párkapcsolat építéséhez, mint mondjuk a házépítéshez. Egy gödröt ki tudnak ásni. Ahhoz túl sok ész nem kell. Kell hozzá egy lapát, nem? Azt lehet ásogatni. Ha valaki életében nem ásott, de volt katona, akkor ott kellett ásni. De hát már katonák sem lesznek az emberek, ezért még lehet, hogy ásni se tanult meg valaki. Életében nem ásott. De hát az meg lehet tanulni, aztán nagyon nem is kell tanítani. Tehát mondom, körülbelül azzal a szinttel
rendelkeznek az emberek a párkapcsolathoz, mint mondjuk az építkezésnél a gödörásáshoz. Tehát én csak úgy mondanám, hogy amikor a házat fölépítettem, akkor két dolgot nem csináltam én, a burkolást, nem, egy részét én csináltam, az alsó burkolást azt nem, de a csempézést például én csináltam, és amit nem csináltam még, az a vakolás. A vakolás. Mert vakolni tudtam, csak elsimítani nem olyan szépen. Oké? Hogy az szép legyen. De mindent meg tudtam csinálni. A villanyszereléstől, a vízvezetékig, mindent. Fűtés Miklós például az is. Hát fűtés az nekünk villany volt, úgyhogy ennyi. Hát az egyszerű volt. És a villanyszereléshez értettem, ezáltal értettem a fűtésnek a szereléséhez. Oké? Tehát lényeg az, hogy miért gondolják azt az emberek, hogy tudás nélkül lehet boldogulni a jelenlegi olyan világunkban, ahol nagyon sok bajt okoznak az emberek számára. Tehát bajt. Tehát több bajt okoznak az embereknek, mint amit maguk okoznak maguknak. Bár azt gondolod, hogy szabad akarat van, de az emberek, ha nem biztatnák az embereket arra, hogy mondjuk hitelt vegyenek föl, szerinted maguktól fölvettek volna hitelt? Hát a nagyon nagy része biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. És csak egy példa volt, amit most mondtam. Tehát azt, hogy mit tudom én most, a múltban az embereknek az igényük volt sokkal kisebb. Az igényt fölemelték a csillagos égre. Mondok példát, jó? Amikor én gyerek voltam, én akkor kaptam ajándékot, amikor mondjuk karácsony volt, egy ajándékot, nem kettőt, nem hármat, nem ötöt, egyet. Akkor kaptam ajándékot, mikor születésnapom volt, meg névnapom, húsvétkor nem kaptam ajándékot, max nyuszi tojást, érted, vagy nyuszi, csoki nyuszi. De most nem ilyen ajándékra gondolok, az kaja, csoki az kaja. Oké. Okay. Jó, tehát olyanra, ami játék gyerekként, érted? Játék. Tehát ami azt jelenti, hogy egy évben kaptam három játékot. Érted? Most, mit tudom én, megszületik egy gyerek, és mondjuk eléri az egy évest, és több játéka van, mint nekünk egész életünkben, érted? Na most, de egy gyerek egyszerre csak egy játékkal tud játszani. Nem tud játszani egyszerre 100 játékkal, de még 10-zel se. Egyszerre egyel. Érted? És mondom, gondold végig. Tehát ami azt jelenti, hogy az embereknek az igénye megnőtt, és az is egy igény, hogy mit vásárolunk, érted? Most az, hogy kinek vásárolnak, ebből a szempontból tök részletkérdés. De azt gondolják, hogy ez az igény, és akkor az igényt kielégítik. Tehát egy olyan világban élünk, ahol sokkal magasabbak az igények, mint valaha volt. De egy olyan világban megyünk, ahol ezzel fognak, az igényeiddel fognak visszaélni. Mondom, vissza fognak vele élni. Mert ez úgy működik, hogyha te az igényeidet nem elégíted ki, akkor rosszul fogod magad érezni. És ha te rosszul érzed magad, azt csinálnak veled, amit akarnak.
Tehát én láttam a múltkor például egy olyan videót, egy rokonomnak volt egy pici gyereket, talán egy éves volt, karácsonyra, ami brutál mennyiségű játékot kapott, tehát fél órán keresztül csak az volt fősorolva a videóba, érted, hogy milyen játékokat kapott. Csak hogy világos legyen. Szóval, az emberek igényét felfokozták, és utána lehet azt csinálni, hogy nem tudja az egyén, tök mindegy milyen okból, kielégíteni a saját igényeit. És próbáld ki. Ha nem elégíted ki az igényeidet, hogy érzed magadat? Oké? Nem jól. Ami azt jelenti, hogyha egy ember nem jól érzi magát, akkor elveszíti a tudatosságát. És ha az ember elveszíti a tudatosságát, tehát a jobboldali agyfélteke képességeit elveszíti, ha elveszíti a tudatosságát, akkor átveszi az irányítást a bal agyfélteke, az ösztönök, és akkor elkezd nagyon hasonlatosan működni egy állathoz. Ez olyan, mint hogyha egy állat működik, akkor mondhatsz neki akármit, érted. Az akkor is csinálja. Na hát, az emberek is ilyenek. Ha elveszítik a tudatosságukat, mondhatsz neki akármit, akkor is csinálja. Oké? Okay? És akkor erre kitalálnak elméleteket, hogy miért van ez így, hogy mondasz valakinek, és akkor szokták is mondani. Hát olyan, mint a falrahány borsó. Vagy. Hát mintha a falnak beszélni. Hát mert az emberek, mondom még egyszer, ha nem jól érzik magukat a bőrükben, akkor képtelenek a tudatosságukat használni. Tehát egy jó állapotú embernek is használni kellene a tudatosságát. Tehát ez sem így van, hogy amikor valaki jó állapotba kerül, kellőképpen használja a tudatosságát. Nem. Mert nem szokta meg. Hanem. Ugye mi történik? Az egyén nem jó állapotban van, és akkor nem használja a tudatosságát, hanem nem tudja. Még akkor se, ha akarná használni. Még akkor se tudja. És ennek ugye milyen következménye lesz? Mondok példát. Jó? Tehát vannak olyan kutyák, amik nem szeretik az autót. És ha kikerül az utcára, és az autó, hát ez főleg olyan helyen van, ahol nem olyan túl sok autó járkál. És kikerül az utcára, és jön egy autó, és akkor elkezdi kergetni, igaz, elkezdi kergetni az autót, sőt, már olyat is láttam kutyánál, hogy próbálta volna harapdálni a gumiát. Forgás közben. Na erre aztán mondhatják az állat, drága állatvédők, hogy milyen okos állat a kutya. Bravo. Oké? Okay. Szóval, mondanám tovább, hogy ugye az ilyen kutya általában arra a sorsra jut, hogy elüti az autó, ha kint van az utcán. Ezért mit csinál a gazdája? Ha nem meri kiengedni. De mit csinál a kutya, netán, tehát kiszökik? Hát elég nagy esélye van, hogy elüti az autó. Oké? Okay? Szóval, és akkor lehet mondani, hogy milyen okos a állat a kutya. Oké? Okay? Maradjunk ennyibe. Na most, az ember is hasonlóképpen működik, mikor nem tud gondolkodni. Csak éppen nem ugatja meg az autót. Érted, meg nem harabdálja, nem próbálja harabdálni a gumiát.
De ha megnézed, hogy mondjuk ebben az elmúlt 4 évben, illetve 3-ban, mert 3 telt el, mert 2020 év elejéről számolunk, ugye, 21, 22, 23, 24, akkor ez már negyedik. Már 4 éve. Tehát 4 éve, hogy az emberek tudatossága milyen alacsony szintre süllyedt. És ez az a baj, hogy mikor az ember tudatossága alacsony szintre süllyedt, tehát magyarul ösztönlényként kezd el működni, akkor 2 dolgot csinál. Fogalma nincs, hogy mi lesz a jövőben, ezért fél a jövőtől. Ezt csinálják. Tehát fél a jövőtől. Miért? Mert egy nagy bizonytalanság a jövő. És vannak azok az emberek, akik ilyen optimista gondolkodásúak. Én is az vagyok egyébként. Csak én az optimizmusom mellett eszes is vagyok, szellemiség is vagyok, meg ugye eredményes ember is. Jó, tehát ez egy kicsit más. De vannak olyan emberek, akik ugye fogalmuk nincs, hogy mi várható a jövőben, de optimistán gondolkodnak. Ami azt jelenti, hogy ó, hát semmi baj nem lesz. Semmi. Semmi. Tehát magyarul semmire nem kell fölkészülni. Tehát az nem pesszimizmus, amikor az ember várható dolgokra felkészül. Az 1%-ban várhatóra nem nagyon kell készülni. De amikor mondjuk olyan 60% vagy 70% a várhatósága annak a dolognak, arra azért már föl kellene készülni, vagy 80% vagy 90%, arra föl kellene készülni. De egy nem gondolkodó ember, aki ösztönlény, az nem fog fölkészülni, mert nem látja át. Ez olyan, mint a vakmerő ember. A vakmerő ember nem látja át a veszélyt. És akár az életét kockáztatva is belemegy abba a vakmerőségbe. Lásd, tudom én, a hegymászokat. Érted? Tehát a vakmerőség az nagyon hasonlatos az ösztönlényhez. Tehát aki nem tud tudatosan gondolkodni. Mert ha az ember tudatosan gondolkodik, akkor mérlegel, összehasonlításokat csinál, és azt mondja, hogy na, ennek mekkora az esélye, annak mekkora az esélye, és aminek túl nagy az esélye, arra vagy felkészülök, vagy nem vágok bele, nem tudom, világosan. Tehát, mit tudom én mondjuk, maradjunk a hegymászoknál. Elmegy hegyet mászni vakmerőségből, hogy lássa fentről a világot. Lehet, hogy éppen felhő lesz, de hát az nem számít. Mert ugye nem lehet fönn a csúcson sokáig, mert a csúcson másoknak is helyet kell adni. Ezért onnan hamar le kell másznia. És lehet, hogy pont olyan időjárásban mászik föl, ahol gyakorlatilag a felhőkön kívül más nem lát. Nem is ez a lényeg, hanem a legtöbb ilyen hegymászónak van családja. És ha jön onnan, potty, lepottyan, vagy nem jön vissza, mi lesz a családjával? Mert az ő élete, az mindegy, érted? Az ő baja, mert ha ő vakmerő és belehal, akkor megérdemli. Érted? De mi lesz a családjával? A család az nem ezt érdemli. Nem világosan. Tehát gondold végig, az ember, amikor nem tud gondolkodni, eszébe nem jut, hogy mi lesz a családomban. Érted? Teszi ösztönösen a dolgát,
De ez csak példa volt a hegymászás, ez mindenre így működik. Teszi a dolgát, és gyakorlatilag nem érdekli, hogy mi lesz annak a következménye, mert nem tudja felfogni a következményeket. És egy ilyen embernek elmondod a következményeket, hogy mi várható, hány százalék esély van arra, hogy veled ez fog történni, nem foglalkozik vele. Érted? Tehát ezt azért mondom el, hogy gondoljátok végig, hogy hát ilyenek az emberek. Az emberek nagy része ilyen. Hogy nem foglalkozik azzal, hogy milyen jövőnk lesz, és ezáltal a jövő egyre rosszabb és rosszabb. Nehogy már azt mondd, hogy most jobb, mint 2019-ben volt. Hát lehet, hogy neked jobb, és te azt mondod, hogy szarok én arra, hogy másnak milyen. Mert a gondolatodban ezt a szót ki is mondtad. És te teszed a dolgodat, és nem érdekel, hogy mással mi van. De ha körülnéz az ember, akkor azt látja, hogy igenis az emberek nagy részének nem kicsit rosszabb, mint 2019-ben, hanem sokkal. De sokkal. És ha valakinek még nem elég rossz, akkor még várjon egy kicsit, jó? Azt mondja, meglátja, milyen lesz. Tehát a jövőt is építeni kell, nem tudom, világos-e. Ugyanúgy, ahogy egy párkapcsolatot építeni kell, a jövőt is építeni kell. Úgy, ahogy egy párkapcsolatot tudatosan lehet építeni, ami azt jelenti, hogy a tudatossághoz tudásra van szükség. Tudatosan, tudás nélkül nem lehet működni. Tehát a tudatosság alapja a tudás. Tudatosság nincs tudás nélkül. Azt úgy hívják, ha ráfogják, hogy tudatos, tudás nélkül, akkor azt úgy hívják, hogy ösztön. Oké? Tehát úgy, ahogy egy párkapcsolatot építeni kell, tudatosan, tudás által, ugyanúgy a jövőt is építeni kell. Ha egy párkapcsolatot nem építenek, az lebomlik. Ha a társadalmat nem építik, akkor az lebomlik. Ugyanúgy, ahogy egy párkapcsolat, ha lebomlik, a felek butasága révén bomlik le. Ha a társadalom lebomlik, a társadalom butasága miatt bomlik le. És ezek vitathatatlan szabályok. Ezzel te vitatkozhatsz nagy okosként, csak nincs értelme. Oké? Okay? Mert ez így működik, és ha egy kicsit is tudnál gondolkodni, akkor rájönnél arra, hogy amit nem építünk, az tönkre megy. Amit nem gondozunk, nem építünk. Hát próbáld, mondjuk van egy cserében neked virágot, mondjuk benne a lakásodban. És mondjuk nem locsolni mondjuk egy fél éven keresztül. Mi lesz azzal? Kiszárad, nem? Még nem is kell fél évet várni, lehet, hogy hamarabb. Szóval, mindenhez, amit jót akarunk annak, amiben vagyunk, már pedig a világunkban is vagyunk. A világunknak is jót kellene adni. Azt építeni kell. Oké? És az építés most csak egy kifejezés, egy gyűjtő fogalom arra vonatkozóan, hogy gondozni kell, javítani kell, tenni érte, szépíteni kell, stb. Stb.
és egyéb fogalmak ezzel kapcsolatban. Tehát ugyanúgy, mint egy párkapcsolatot, ha nem építenek, akkor szét fog esni. Ha társadalmat nem építik, a tudatos emberek, akkor szét fog esni. Ugye megnézzük, egy párkapcsolat az két emberből áll. A férfiből és a nőből. Jó esetben. Jó, tehát a társadalom viszont sok-sok emberből áll. Tehát egy párkapcsolat akkor fog jól működni, ha a többség tesz érte. Mit jelent az, hogy többség? Két emberről van szó. Hogy lehet ott többség? Hát az azt jelenti, hogy mondjuk vagy egyformán tesznek érte, és akkor mind a kettő tesz. Vagy az egyik jobban, a másik kevésbé, de tesz érte. Nem tudom, világos-e. Ez jelenti a többség. Ha a kisebbség akar tenni érte, ami azt jelenti, hogy az egyik semmit, a másik meg hát valamicskét, érted? Az a párkapcsolat, ha az egyik nem tesz érte, szét fog esni. Oké? Most ez ugyanígy működik a társadalomnál. Ha a többség nem tesz azért, hogy a jövőnk szép legyen, mondjuk szeretetteljes, akkor ez nem fog létrejönni. És a társadalom szétesik. Oké? Tehát ha egy társadalom a párkapcsolatban nincs szeretet, a párkapcsolat szétesik. Ha a társadalomban az emberek közt nincs szeretet, a társadalom szétesik. Világos? Ez is ott kezdődik, hogy mennyire tudják egymást szeretni az emberek. És ha megnézed, én visszaemlékszem arra a gyerekkoromig, hogy régebben sokkal jobban szerették egymást az emberek. Sokkal. A mostani világunk szeretet szempontjából sehol nincs. Mondjuk a 60-as évekhez. Oké? Sehol. És ha megnézed, ahogy a szeretet csökken a társadalomban, úgy romlik a jó érzés. Az, hogy jól érezzük magunkat ebben a világban. Érted? Hát a szeretet az alapja az emberi működésnek. Ha egy párkapcsolatban nincs szeretet, akkor ez a párkapcsolat szétesik. Ha társadalomban szépen, fokozatosan elérik, hogy ne legyen szeretet, gondolod, hogy a társadalom egyben marad, akkor te nagyon naív vagy. Nagyon naív. Tehát ami kicsiben, az nagyban. Ami nagyban, az kicsiben. Nincs különbség. A működési elv ugyanaz, mert emberekről van szó. Nem állatokról van szó, hanem emberekről. Ha kicsiben úgy működnek az emberek, hogy hiányzik a szeretet a működésükben, akkor társadalmi szinten is. Hát képzeld el, ha az ember a párját nem tudja eléggé szeretni, akkor hogy fogja szeretni az idegen embereket? Sehogy. És a társadalmunk 2020 évelejétől rohamosan megy afelé, hogy a szeretet az minél hamarabb szűnjön meg. Érted? Rohamosan. Tehát rohan a társadalom arra felé. Tehát végig gondolod, ha egy ember életében nincs szeretet, akkor minek él? Akkor mi értelme van az életének szeretet nélkül? Hm?
Hát mondhatod azt is, hogy állatok is élnek szeretet nélkül. Ösztönből, csak a túlélésért. Hát, ha te ezt mondod, akkor te egy állat vagy. Erre ezt tudom mondani. Hát az embert ez választja el az állatvilágtól. Hogy az ember azt tud szeretni. Hát az ember ki tudja mondani azt, hogy mit tudom én, szeretem a lakásomat, szeretem az autómat, szeretem azt a ruhát, ami rajtam van, szeretem azt a virágot, amit gondozok. Mindenre ki tudja mondani a szeretetét. Az állat hogy tud ilyet csinálni? Tehát ezért emelkedtünk ki, és messze fölötte vagyunk az állatvilág fölött. Tehát most nem evolúcióról beszélek, jó? Mert hogy valaki azt gondolja, hogy én evolúció hívő vagyok, az evolúció arra, jó? Hogy alkalmazkodjon egy élőlény. Semmi másra. Oké? Tehát mit tudom én, a repülő madárból lesz egy úszó madár, mert lesz bőr a lábai között. Érted? Alkalmazkodik. Vagy átalakul a lába meg a keze úszonnyá évmilliók alatt. Ez evolúció. De más evolúciót nem tudok elfogadni. Jó, tehát ugyanis az élő világ az teremtett világ. Sőt, minden anyag teremtett. Tehát most kibányászod a földből az olajat, ha azt nem teremtették volna meg, hogy létre tudja hozni az élő világ az kőolajat, akkor nem teremtették volna meg, akkor nem lenne kőolaj. Világos ez? Tehát a világegyetemben minden folyamatot megterveztek. Sőt, az életedben is a folyamatokat megtervezik. Ha még akarsz egy kis non plus ultrát erre, te is megtervezted akkor, amikor még tudatos voltál. Mikor? Hát mielőtt tehát mikor létközi állapotban voltál leszületésed előtt. Oké? Akkor. És akkor hogy voltál tudatos? Nem volt tested. Ezáltal nem volt egód. Nem volt reaktív elméd. Nem voltak ösztöneid. Tudtál reálisan gondolkodni. A mostani életed az az előző életednek a következménye. Oké? Okay? Ha ezt te nem tudod elfogadni, megmondom őszintén, teszek rá. Hiszen a te életedről szól a történet, ami azt jelenti, hogy ha te elbaltázod az életedet, az a te dolgod, nem másé. Jó, a családodé is valamilyen szinten. De az nekem aztán teljesen mindegy, ha te elszúrod. Én azért vagyok itt, és azért vagyunk mi itt PPH-sok, hogy az embereket megtanítsuk a tudatosságra. A tudatosság pedig nem működik tudás nélkül. Tehát nincs tudatosság tudás nélkül. És annak a tudásnak igen bőségesnek kell lenni, és ki kell terjedni az élet minden területére. Hiszen ha az ember hibázik egy életterületen, és ebből származóan problémát kap, akkor az a problémának a hatása, annak a problémának a hatása, az kihat az ő hangulatára, és az ő hangulata kihat negatívan a többi életterületére is. Ami azt jelenti, hogy igen-igen fontos, hogy az ember képes legyen
helyesen cselekedni, és helyes döntéseket hozni. És ne csak tüzet oltani. A tűzoltás az, amikor már baj van, és próbálja kárt menteni az ember. Érted? Kármentést végez. Tehát amikor te egy problémát megoldasz, az kármentés. Oké? Okay? Tehát az gyakorlatilag tűzoltás. Tehát az embernek úgy kellene működnie, hogy minél kevesebb problémát okoznia magának és másoknak. Vagy rosszul látom? És ennek az egyik legfontosabb része az, hogy kellene szeretned az embereket. Meg kellene tanulni szeretni az embereket. Hogy állunk idővel? Hát lassan be kéne fejezni, nem tudom, belefogjak egy témába. Szóval, nem fogok. Lényeg, hogy gondold végig. Nagyon röviden. A szeretetet, ha megnézed, szépen fokozatosan az embert, emberek nagy része elveszíti. Elveszíti. Elhagyja úgy útközben. Szó szerint. Ami azt jelenti, ahogy telnek múlnak az évek, úgy egyre kevesebb szeretet van az emberekben, ha csak nem tudatosodnak, és kezdik újból a szeretetet összegyűjteni. Oké? Amit elhagytak. Összegyűjteni. És ismét működtetni. Mert idézőjelben ezt a boldogulást azok tudnak boldogulást idézőjelben csinálni, szeretet nélkül, akiket úgy hívnak, hogy pszichopaták, szociopaták, tökéletes narcisztikusok, elnyomók, és esetleg kihagytam valamit, akkor még nyugodtan hozzáteheted. Oké? Okay? Magyarul olyan emberek, akiket a többiek, a normálisak messze elkerülik. Előbb-utóbb, mikor rájönnek, hogy milyen hajlamaik van. És akkor lehet, hogy ők boldogulnak úgy, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, de meddig? Tehát ebben a világban ez úgy működik, hogy itt van a te életed, és vagy a cselekedeteiddel ebben az életedben bűnhöz, ami a jobbik eset. Vagy meghalsz idő előtt, és a következő életedben bűnhődsz. Ami sokkal rosszabb lesz. Mert az azt jelenti, hogy akkor az elejétől bűnhődsz. Oké? Okay? Onnan, hogy megszülettél. Tehát van választási lehetőséged. Hogy vagy rátérsz arra az útra, ahol az embereket szeretheted, vagy nem eléggé, és akkor jön a bűnhődés, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha úgy gondolod, hogy kell neked egy közösség, ahol összegyűjtheted a szeretetet, akkor állunk rendelkezésre. Ha kell neked egy közösség, ahol tudatosságot tanulhatsz és gyakorolhatsz, akkor várunk szeretettel.
Ha úgy látod, hogy az, amiket elmondtam, az totál hülyeség, akkor nem várunk szeretettel, jó? Éld úgy az életedet, ahogy eddig élted. Oké? De meglátod annak a következményét, jó? Maradjunk ennyiben, és ez nem fenyegetés. Hanem mivel ebben az életben minden megszervezett, és a fentiek által. A te életedben is minden megszervezett a fentiek által. A fentiek pedig egy igen magas rezgésű, pozitív lények, az azt jelenti, hogy nem lehet úgy elkövetni ártó tetteket, hogy annak nem lesz arra a személyre következménye, aki ezt csinálja. Oké? Tehát amikor azt látod, hogy valaki hirtelen ki van vonva az élők sorából, és legalább nem szenved, és megnézed az életét, és azt látod, hogy tele van mulasztással és ártó tettel, mert a mulasztás is ártó tett, akkor ne örülj neki, mert a következő életében sokkal rosszabb lesz neki. Oké? És mi az, hogy következő élet? A lelkednek lesz következő élete, nem a testednek. Így feltámadás, felejtsd el. Vagy legalábbis félreértelmezik a feltámadást az emberek. A feltámadás az a lélek beszületése egy emberi testben. Semmi más. Csak ezt elferdítik, ezt az egészet. Úgyhogy teljesen megfizethetően tudod kapni a tudást, nem ingyen. Ugye a tudás az azt jelenti, hogy módszer. Tehát nem elég az, hogy tudd, hogy itt vagy, és ide kell jutnod, azt is tudnod kell, hogy oda eljuss. Oké? És itt bárki ezt meg tudja csinálni, hogy felismerheti azt, hogy hol tart, és hova szeretne eljutni, és végig tudja csinálni, mert még segítséget is tud kapni. És ez teljesen megfizethetően. Egy havi képzésünk értéke az több mint 200 000 forint. Oké? És ezt ahhoz képest potomáron meg tudod vásárolni. Jó? Ha nem tudod mennyire, akkor nézz utána a neten, illetve kérdezd a PPA-sokat, jó? Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, fél óra szünetünk, sziasztok!